Egy kisebb szünet után a Táncsics Mihály Általános Iskolában folytatódott fehérvári iskola látogatási programunk, melynek keretében a Táncsics harmadik osztályos tanulóinak vendégei voltunk. Csapatunkat ezúttal Vojvoda Dávid, Szabó Zsolt és Takács Milán képviselte, akik rengeteg érdekes kérdést kaptak a gyerekektől. Ezekre válaszolva szóba került, hogyan is néz ki egy kosárlabda csapat játékos keretei szakmai stábja, mely országokban jártak és kosárlabdáztak már játékosaink, és persze a legszebb kosaras emlékek felidézése sem maradt el. A kötetlen beszélgetést közös fotózkodás és dedikálás követte, majd a Táncsics Mihály Általános Iskolába tett látogatásunk a kosárpályán fejeződött be. Így gyorsan kiderült, bizony a harmadikasok kifejezetten ügyesek a Táncsicsban, remek dobásokat mutattak be játékosainknak. Az iskola látogatási programunk a tervek szerint még ebben a szezonban tovább folytatódik, játékosaink így még több fehérvári tanintézménybe látogathatnak majd el. 2, 3!